A nemzetiségi és a vallási hovatartozás felvállalására buzdít az a rövid film, amit a bodrogközi református lelkészek készítenek. A zempléni református egyházmegye néhány lelkipásztora a múlt év tavaszán elindított egy YouTube csatornát a Papékházából címmel, hogy az általuk készült videók segítségével közvetítsék a bibliai üzenetet a gyerekek felé a lockdown idején. A Papékházából csapata néhány lelkésztársukkal most a népszámlálásra hívja fel a figyelmet. A videót vasárnap teszik közzé a világhálón. Ha megkérdeznek, papírra is vetem, egy életem, egy vallásom, egy vállalásom. A Papékházából videósorozat jól ismert arca, a gyerekek kedvenc papnénie, Blanár Gabriella is megszólal a most készülő videóban. És nem csak akkor vagyok magyar, amikor március 15-én büszkén kitűzöm a kokárdám. A Papékházából csatornán a rövid videók felvezető jelenetekkel és papírszínház segítségével közvetítik az üzenetet. Most is így áll össze a körülbelül 4 perces videó, amelyben több lelkész is szerepet vállalt. Keresztény emberként valljuk, hogy a feladatunkat és a helyünket Isten rendelte el ebben a világban, és ebben a feladatban is azon a helyen kell helytállnunk, ahova Isten rendelt bennünket, és amiképpen a hitünk ajándék, ugyanígy az anyanyelvünk, a nemzetiségünk is ajándék. Frappáns jelenetekkel és egy rövid rajzokkal illusztrált papírszínház történettel közvetítik az üzenetet. Fontosnak tartják, hogy hangsúlyozzák a magyar református identitás fontosságát. Ezeket a képeket, amelyeket megjelenít a papírszínház, amik evidensek és szeretettek a számunkra, ezeket lendíteni tovább, hogy nem csak akkor kell szeretnem a magyarságot, amikor magyar feltalálók gyöngyszemeit fogom a kezemben, vagy éppenséggel a kedvenc csapatom áll a dobogóra, hanem akkor is, amikor nekem kell érte valamit tenni. Szlovákiában a 2011-es népszámláláson közel 99 ezeren vallották magukat református keresztjénnek. 11 ezerrel kevesebben, mint 10 évvel korábban. A magyar nemzetiségűek is fogytak, míg 2001-ben több mint 520 ezeren vallották magukat magyarnak, addig 2011-re ez a szám 458 ezerre csökkent.